Kedves nézőink, most következő összeállításunk az erdészetről fog szólni. Itt vagyunk az Ipoly ZRT erdészetében, és az egyik turistaházba kalauzoltok el most bennünket. És ez nem véletlen, hogy ide jöttünk, igaz? Miért is? Hát elsősorban azért, mert nekünk nagyon kedves ez a hely. Egy egykori erdészszolgálati lakást alakított át a kemencei erdészet turista szállássá, és alakított ki körülötte egy táborozásra alkalmas, gyerektáboroztatásra alkalmas, kellemes kis rétet. És ez a kútbereki turistaház, ahol most vagyunk. Nem akármilyen turistaház ez, és nem akármilyen tábort csináltok ti itt a gyerekeknek. Hiszen itt majdnem azt mondom, hogy szinte semmi nincsen olyan, ami zavarná a gyerekek pihenését és kikapcsolódását. Hát tény, hogy ez egy olyan környezet, ahol teljesen át lehet adni magát az embernek a természetnek, se térerő, semmilyen más dolog, és egyébként tévé sincs a turistaházban, úgyhogy szeretnénk azt, aki ide ellátogat, hogy teljesen átadja magát itt a természeti környezetnek. Hogy fogadják a gyerekek azt, hogy nem lehet itt játszani a telefonnal? Hát úgy halljuk a vendégektől, hogy eleinte egy picit morgolódnak, de a második, harmadik napon azt hiszem, hogy az embernek a természetes közege, a természet beszippantja őket is, és utána önfeledten élvezik az itteni környezetet. És hát egész nyáron gyerekzsivajtó hangos itt a környék. Milyen programot tudtok nekik biztosítani? Hát itt a fő program a Drégelyvár, illetve a Drégelyvárhoz kapcsolódó összes tudnivaló egy látogatóközpont keretében bent Drégelypalánkon megnézhető. Ezt senki nem hagyja ki, ezen kívül azért több természeti csoda látványosság van a környéken, ilyen a sárkánytörés vagy a honti szakadéknak a meglátogatása, de hát a közelünkben van az Ipoly, úgyhogy számtalan lehetőség van. A gyerekeket ugye le kell foglalni, mert egyébként akkor unatkoznak. Hát mit tudtok itt velük csinálni? Jaj, hát van erdőpedagógusunk, tehát amikor olyan igény van, hogy itt programot is kapjanak a gyerekek, akkor a kemencei erdészet erdei iskolájából az erdei pedagógus hölgy a segítségeivel kiszáll, és lefoglalják a srácokat. Millió programjuk van, úgyhogy elég profin csinálják. Honnan jönnek a gyerekek ide? Az ország melyik részéről? Hát azt kell mondjam, hogy nincs egy speciális, mindenhonnan jönnek. Nyilván az Alföldről érkező gyerekeknek ez a hegyvidék egy picit nagyobb csodával ér fel, mint a környékbelieknek, de mindenhonnan jönnek, és hát azt is megemlíteném azért, hogy ez a vándortábor programnak, a Bőzsönyi útvonalnak egy fontos megállóhelye, úgyhogy két éjszakát itt töltenek, és idén is 26 csoport gyereket várunk ebben a programban, akik végigmennek a Bőzsönyi útvonalon, és itt majd két éjszakát töltenek. Na most azt mondtam, hogy ugye ez távol a civilizációtól, de hát azért mégsem igaz ez, mert azért az alapvető dolgok megvannak. Van víz, van villany. Honnan van a villanyotok? Napenergiát használunk. Alapvetően a ház felújításánál törekedtünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben támaszkodjon a helyi erőforrásokra, de a másik oldalon az outputja is a lehető legbarátságosabb, legkíméletesebb legyen a környezetre. Úgyhogy napelemmel állítjuk elő az elektromos áramot, a használt melegvizet fával, ami egy erdészetnek nyilván kézenfekvő megoldás. A vizet meg helyi food court biztosítja. Nagyon nagy a tér, nagyon nagy hely van, és itt van egy kis gyümölcsös is telepítve. Miket ültettetek ide? Hát a cég több helyen próbált ebbe a tündérkert mozgalomba bekapcsolódni, úgyhogy több erdészete körül ültetett őshonos magyar gyümölcsfajtákat. Hát ez a hely adta magát, hogy itt is megőrizzük ezeket a térségre jellemző őshonos gyümölcsfajtákat. Hogy látod, hogy a gyerekek, akik ide jönnek és itt eltöltenek 4-5 napot, 6 napot, azok hogy mennek el utána innen? Én azt szoktam észrevenni rajtuk, hogy ez a... Említettem, hogy az embernek a természetes közege, mikor oda visszakerül, a városi ember visszakerül a természeti környezetbe, ez visszaviszi őket egy olyan tudati, felszabadult állapotba, hogy a 6.-7. nap végén tényleg ilyen kis boldog, szaladgáló, játszó gyerekeket látunk, akik a mobiltelefont már tényleg a hátizsákok mélyén tudják hagyni. De ehhez kell az is, hogy valaki vezesse őket. Tehát én azért azt látom, hogy a jó pedagógus, jó szülő mellette van, akkor kijön a srácokból.